Mint ismeretes, a 2021. évi birkafőző fesztivál az érvényben lévő korlátozások miatt elmarad. Arra kérünk mindenkit, legyen karcagi, nem karcagi, elszármazott karcagi, sosem volt karcagi, majdnem karcagi, hogy ezen a napon családi baráti társaságban ügyelve a jogszabályi előírásokra készítsen hagyományos hungarikum karcagi birkapörköltet. Az online birkafőző verseny, ez a tavalyihoz hasonlóan úgy zajlik, hogy 26-án és 27-én elkészült birkapörköltekről várjuk a fotókat, illetve videófelvételeket, majd a képernyőn látható elérhetőségre kérjük, hogy küldjék el, és a kollégáim ezeket a fotókat, videófelvételeket fel fogják tölteni a honlapunkra, illetve a Facebook oldalunkra. Bízunk benne, hogy legalább annyian lesznek, mint tavaly, hiszen több mint 70 képet és videófelvételt kaptunk. Bízunk benne, hogy most is sokan fognak ez iránt érdeklődni, hiszen tudjuk, hogy sokkal többen főznek azon a napon birkapörköltet, hiszen ha kimegyünk a városba, bármelyik utcába, mindenhol a birkapörkölt illatát érezzük, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel. Akik küldenek nekünk képet, illetve videófelvételt, őket majd egy kis meglepetéssel jutalmazzuk. Június 22-éig kérték tőlünk a vállalkozók, hogy addig azért jó volna, hogyha jeleznék a vásárlási szándékot az érkezők, a karcagra érkezők, illetve a város lakói. Több helyen lesz. Elsőként a Szélmalmi Fogadóházat említeném, hiszen ott a karcagi birkafőzők egyesülete fog bemutatót tartani, a kunsági birkafőzés karcagi hagyományának a módját fogják ott bemutatni, illetve lesz egy kis gyermekprogram is. Itt a Dérini előtti lezárt útszakaszon két vállalkozóval találkozhatnak majd, akik nagyon finom birkapörköltet fognak kínálni. Szintén a Morgó udvarán érezhető majd a pörkölt illat, hiszen ott is egy vállalkozó lesz majd, aki főz. A Lovagudvarban is találkozhatnak majd birkapörkölt illattal, illetve majd este, illetve a nap folyamán a Magor Klubházban, kint Magyarkán is érezhető lesz, és kóstolható lesz a birkapörkölt mindazok számára, akik ellátogatnak ezekre a helyszínekre. Viszont a programokról is szóljunk, kezdjük akkor itt a Dérini előtti és a Dérinében lévő programokkal. Igen, 10 órakor kezdődik a napi program egy térzenével. Voltak már nálunk a városban, és van is karcagi érdekeltségük a fellépő közül néhányaknak. A Brass on the Road nevű fúvós együttes érkezik majd hozzánk. Ők térzenével indítják a napot. A Filagóriánál, a Kossuth téren találkozhatnak velük azok, akik arra járnak, majd ők át fognak ide jönni a Dérinéhez, itt is adnak egy kis műsort. Délután, ha már a Dérinénél tartunk, itt a földszinti moziterembe várjuk a nóta kedvelőket, hiszen a Hakme cigány zenekara kíséretében Fehér Gyula primás vezetésével, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc, Gáspár Anni és Várnai Adrián nótaénekesek adnak bizonyára nagyon szuper műsort, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. A látogatóközpontban, hiszen itt van a szomszédunkban, ott a gyerekeknek kínálunk programot. A Bengecseg Alapítvány segítségével tudjuk ezt a programot megvalósítani. Bojtárszállás a neve. Hosszú lenne elmondani, hogy miről szól, de nagyon jó kis program lesz, és biztatom a családokat és a gyerekeket, hogy hozzák el a szülőket magukkal, hiszen aki a Bojtár útlevélben megfelelő számú pecsétet szerez, az ajándékban részesül, úgyhogy biztatom a gyerekeket. Itt meg kell említenem, hogy együttműködve a Györfi István Nagykun Múzeummal néhány helyszínüket is bevontuk ebbe a játékba, úgyhogy tényleg érdemes ellátogatni
hozzánk. A délután a Nagykun Látogatóközpont programját pedig a Lóvá tett lovagok című bábszínházi előadás zárja, ez a Láda fia bábszínház. Velük is találkozhattak már korábban a birkafőző fesztiválok gyerekprogramjai kapcsán. Sportcsarnokban is lesz egy helyszín, úgy tudom. Igen, a sportcsarnokban mozogni vágyókat várjuk, mert ott egy légváras dzsembori lesz, úgyhogy ott oda azokat várjuk, akik szeretnének ugrálni, mozogni, de mindenhova érdemes ellátogatni. A Dérini előtt egy lelezárva az útszakasz a Kóp áruháztól a Dérini sarkáig, itt a Táncsics körút és a Dózsa György út sarkáig le fogjuk zárni az útszakaszt, oda pedig egy kézműves, illetve egy kis kirakodóvásárt szerveztünk. Mely rendezvények látogathatók ingyen, és hol vannak belépők, és milyen feltételek? Ingyenesen látogathatók, a rendezvények nagy része ingyenesen látogatható, a gyerekprogramok a sportcsarnok kivételével, tehát a légváros program kivételével ingyenesen látogathatók. A nótaműsor is ingyenesen látogatható, de regisztrációs jegyhez mindenképpen kötjük a látogatók számát, hiszen meghatározott számú néző térhet be a moziterembe. Itt egy picit eltérünk attól, amit eredetileg hirdettünk. Lehetőségünk lett, és így ingyenesen tudjuk adni a programot. Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír mindenkinek, tehát aki a plakát alapján nézi, azt most tudatosítani kell, hogy igen, ingyenesen látogatható. Kérjük azt, hogy előzetesen jelentkezzenek minél hamarabb, mert nyilván korlátozottak. Itt ami nagyon fontos, hogy a zárt térben, tehát úgy a Dérini Kulturális Központban, mint a sportcsarnokban, illetve majd még egy pár gondolatot mondok, az ifjúsági házban tervezett programjainkhoz mindenképpen szükséges a védettséget bizonyító igazolvány, tehát anélkül sajnos nem lehet betérni. Ezeken a helyeken maszk használata nem kötelező, de a védettségi igazolványt nagyon szigorúan kell vennünk, tehát azt minden helyszínen ellenőrizni fogjuk. És akkor van egy előesti koncert is, amiről még szóljunk itt a végén. Így van, a Fülemüle Presszó Tribune Band fog nekünk egyet muzsikálni, úgyhogy őket is nagyon várjuk. Tudjuk, hogy nagyon sokan szerették őket, korábban már a Borudvarban, illetve más rendezvény alkalmával találkozhattunk velük. Egy nagyon jó hangulatú este lesz bizonyára, úgyhogy bízom benne, hogy őket is sokan fogják nézni és táncolni a muzsikájukra.